A tavasz beköszöntének nagyon sokan örülnek, viszont van egy csoport, akiket aggodalommal tölt el a virágba boruló fák látványa, hiszen számukra ilyenkor indul el az allergia szezon. Magyarországon a populáció közel egynegyede érintett a mai adatok szerint allergiával, és ez a számszerű adat a következő évtizedekben jóval magasabb lesz. Az urbanizáció, a levegőszennyezés, a helytelen táplálkozás is hozzájárul ahhoz, hogy évről évre egyre többen szenvednek a szénanáta tüneteitől. Az allergia gyerekeket és felnőtteket egyaránt érint, kortól nemtől függetlenül bármikor kialakulhat. Legkorábbi időszakban a mogyoró és az égerpollenje jelenik meg az év elején vagy tavasszal, de már jelen pillanatban ugye a fapollenek, a korán virágzó fapollenek azok a jelentős allergizáló tényezők a levegőben. Minden ember, mikor robbanásszerűen elindul a pollen szezon, nagyjából tudja, hogy melyik időszakban vannak neki allergiás tünetei. Két ilyen csúcs szezon van a tavasztól őszig szezonban, az egyik a májusi időszak, amikor a fapollenek mellé ugye a főpollenek virágzása is elindul, tehát akkor találkozunk leggyakrabban allergiás egyénekkel. A másik pedig az augusztus-szeptember, amikor ugye a legagresszívebb allergizáló tényező a parlagfűnek van a szezonja, illetve egyéb gyomnövényekkel együtt a fekete ürömmel. Legtöbb egyén szenved ebben az időszakban a szénanátás tünetektől. A patikákban számos tablettát lehet venni az allergiás tünetek enyhítésére, viszont a szakember szerint nem célszerű otthon kezelni, inkább kérjünk orvosi segítséget. A tapasztalatom az, hogy ezek az allergiagyógyszerek között jelentős különbség van. Nem mindegy, hogy az allergiás tünetek közül melyik a fő tünet, például az éjszakai ordugulás, vagy éppen a vizes orrfolyás. Tehát ugye más anti-allergia ellenes gyógyszert választunk a tüneteknek megfelelően. Véleményem szerint egyszer-egyszer célszerű szakemberhez fordulni, és hát pontosítani egyrészt, hogy mire allergiás valaki, másrészt pedig bizonyos életvezetési tanácsok is tartoznak ehhez. Igaz, az internet világában mindenki nagyon ügyesen próbál tájékozódni, de nem mindig elégséges. És a gyógyszerek, ha nem válnak be, akkor ugye újra, ha a patikushoz fordul gyógyszerért, lehet, hogy ugyanazon hatáscsoportba tartozó gyógyszert kap, mert szóval ezek között különbség van. Vélemény szerint érdemes egyszer-egyszer szakemberrel konzultálni ezzel kapcsolatban. A gyógyszerek mellett az orvos által javasolt életvezetési tanácsokat is érdemes megfogadni, hiszen ezek betartásával szintén csökkenthető az allergiás tünetek erőssége. A nyitott ablaknál nem javasolt aludni éjszaka a pollen szezonban, igazán húzatos helyen nem javasolt autózni, sőt, hát ugye a levegőszűrőt gyakran tisztítani javasolt, a gyakori hajmosás is hozzátartozik. Kevesebbet a szabadban tartózkodni, ezt nehéz szívvel mondom, de mégis az a tapasztalatom, hogy találkozom olyan egyénnel, aki 12 órát a tópartján horgászik, és azzal érkezik, hogy neki semmi sem jó válik be a gyógyszerekből a tünetei enyhítésére. Tehát ha az egyén nem tud tenni érte, akkor egyetlen egy gyógyszer sem lesz igazán jó. Tehát ugye tüneti szterek állnak rendelkezésére, ezek szájon keresztül szedett gyógyszerek, ugye kisgyerekeknek szirupformában, vagy ilyen szájban diszpergáló tabletta van, felnőtteknek tabletták, illetve a tüneteknek megfelelően helyileg alkalmazható allergiás gyulladás csökkentésére alkalmas orspré, illetve szemcsepp. Hát ezeknek a kombinálása hát adott esetben enyhíti a betegek tüneteit, tehát ez igazán nem okiterápia, ez a tünetek enyhítése, szinten tartása. Vélemény szerint fontos enyhíteni a tüneteket, mert a tapasztalata az, a nem kezelt szénanátásoknak nagyobb részének súlyosbodik a tünete, maga a szénanáta, illetve hát az alsó légutak allergiás gyulladása, azaz az aszma is kísérheti vagy követheti ezt. Az allergia egy genetikai hiba, és családon belül halmozódik, szülők örökítik tovább a gyerekeik számára.
Maga a betegség diagnosztikája nagyon nehéz, különösen kisgyerekek esetében, de különböző vizsgálatokkal nagy valószínűséggel kimutathatóak a tüneteket okozó allergének. Nem ment ki a divatból ugye a allergia bőrteszt, tehát ugye ez a pöttyözéses teszt. Ehhez 3 éves életkor feletti gyerekek és jó kooperáló gyerekek esetén van mód, illetve hát a felnőtt gyógyászatban is, illetve hát a vérvételből való kimutatás, sőt, vannak olyan laboratóriumok, ahol már úgynevezett molekuláris allergiavizsgálatot, tehát nem csak az allergén specifikus IgE vizsgálatot végzik a belélegezhető allergizáló tényezők és ételek esetén, hanem az úgynevezett fehérje alapú vagy molekuláris allergiavizsgálat, amikor specifikusabban kimutatható egy-egy allergizáló tényező. Az allergia szezon napjainkban 10 nappal hosszabb, mint 1990-ben, a fák, füvek és gazfélék 21%-kal több pollen termelnek. Ennek legfőbb oka a klímaváltozás, hiszen a globális felmelegedés miatt az allergén növények pollen termelése évről évre intenzívebbé válik, a tüneteink pedig egyre rosszabbak lesznek.